évfordulóján Győri polgármester javasolta a helyi tanácsnak, hogy restaurálják a főtéren álló műemléket. A városi tanácsosok azonban attól tartottak, hogy Funár így akarja eltüntetni a kincses város ékességét. Végül az a hallgatólagos megállapodás született, hogy amíg Funár a polgármester, senki nem nyúl a szoborhoz. A Fadrusz életművet dicsérő szobor állapota ellenben folyamatosan romlott. 2006 nyarán a szobor talapzatáról levált egy darab. Így a híradások már arról szóltak, hogy a restaurálás halogatása visszafordíthatatlan állagromláshoz vezethet. A 2006-os román-magyar kormányülés hozta meg a fordulatot. Az akkor kötött egyezmény már arról szólt, hogy közösen újítja fel a két ország a kolozsvári jelképeként ismert Mátyás szobrot. A Magyar Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársai és a kolozsvári szakemberek felmérő munkáit követően kiderült, hogy a baj nagyobb, mint amire számítottak. Hát az eredeti tervben az volt, hogy a felületen kell dolgozni, és kevesebb szerkezeti megerősítést végezni. A második verzióban pedig egy radikálisabb megoldás választódott, amely abban valósult meg, hogy szét kellett bontsa az egész talapzatot, és új alapokra kellett helyezni az egész építményt. A korábbi években a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság által végzett háromdimenziós szkenelés nagy segítségünkre volt abban, hogy visszatudtuk állítani, és minél hülyebben tudtuk rekonstruálni a talapzatot. A sárgán kifestett részek azok a kicserélt kövek, tehát itt ezeket, hogyha összeadjuk, ez körülbelül 10%-át teszi ki az összműemléknek. Az eredeti talapzatot a szlovák határ melletti süttői bányában kifejtett kőből faragták. Most az újra faragott elemek alapanyagát ugyanonnan hozták, és egy kalotaszegi, vistai műhelyben faragták. A szobor öt bronz alakjának restaurálási munkáit Kolozsi Tibor vezette, akinek a kezemunkáját dicséri az aradi szabadságszobor felújítása is. Az erdélyi szakembereket Séd Gábor és Osgyáni Vilmos magyarországi fém, illetve kőrestaurátorok segítették munkájukban. A letörött, hiányzó bronzdarabok újjávarázsolása mellett Kolozsi Tibor számára legtöbb gondot a korrózió és a felületi kristályos képződmények eltávolítása jelentette. Továbbá az alakokban lévő vázakat is ki kellett cserélni. Az első szobor, amit meglékeltünk, az pont a lovas volt. Akkor vettük észre, hogy ilyen gyönyörű szép csavarok vannak benne. Már nem töltik be azt a szerepet, amit kellene, hogy egybe tartsák a szobor darabjait. Az összes csavart megpróbáljuk kicserélni, de vannak olyan helyek, ahova nem lehet beférni, meg vannak olyan csavarok, amelyek kifele vannak csavarva a bronz felületére, és akkor ezeket a csavarokat letisztítjuk, lerozsdátlanítjuk, és felületkezeléssel védjük majd a további korrózió ellen. A munkálatok elvégzéséhez minden szoboralakon akkora léket kellett vágni, hogy egy restaurátor beférhessen rajta. Hetekig nem aludtam, míg eldöntöttem, hogy hol is vágjam ki, és olyan helyeket kerestem, ahol el tudom én tüntetni majd az utólagos hegesztésnek a nyomát. Tehát miután megtörtént a csavarok cseréje, a vázak cseréje, azután ezeket a nyílásokat visszaillesszük, visszahegesszük, azután majd kívül kell felületet tisztítani, majd újra patinázni. Egy alkalommal a munkatelepen a csaknem százesztendős Erdős Tibor bácsival találkoztunk. Kiderült, miként mi a kameránkkal, ő tusszeruzáival kívánja megörökíteni a restaurálás folyamatát. Ő hívta fel a figyelmünket a lovasszobor titkára, Fadrusz egy zseniális ötletére. Azzal a nagyszerű, mondhatnánk trükkel tudta létrehozni, hogy a lovat, amit tanulmányozott, rajzolt, kivitte egy meredélyre. Ferdén állt a ló a hátsó lábával megtámaszkodva. És ez a zseniális szobrász úgy adott egy állandó mozgást az álló lónak, hogy ezt viszintesre állította ezt a ferde állást. Ez egy zseniális trükk, ami úgy hívunk, hogy alkotás. Azt követően, hogy a generál kivitelező az új vasbeton alapot megöntötte, október elején visszaeresztették a lován ülő Mátyás alakját az újjáépített talapzatra. Azóta sokan latolgatják, mikorra készül el a teljesen felújított szobor.
Mátyás szobornak a lovas szobra, tehát az az alak, amely Mátyás maga a lovon, felfüggesztve ilyen hosszú időn keresztül, és miért zajlottak a munkálatok? Elterjedt annak idején a hír, hogyha amennyiben lekerül a lovas szobor a megszokott helyéről, akkor el fog tűnni. Így most utólag visszagondolva, amikor már a végét járjuk ennek a projektnek, akkor én is azt mondom, hogy igaz, hogy annak idején sem értettem egyet ezzel. Lehet, hogy nagy mértékben a munka hatékonyságát vagy időszakát le lehetett volna ezzel rövidíteni, letéve a többi bronz szobor mellé, és akkor nem kondicionálták volna a bronz munkálatuk, a kő munkálatukat, vagy fordítva. Lehet, hogy költségeket kímélhettünk volna meg, mert nem kellett volna az az acélszerkezet. Késtek a pénzek is, mindenféle feszültségek voltak a felújítási munkálatok körül. Még arra is volt példa, hogy egyik alvállalkozó a másiknak megpróbált keresztbe tenni, ön a villámhárító volt végig. Én voltam az, aki a munkálatokat felügyelte. Elég sok vita volt, és sok dolgot hallottam vissza kivitelezők részéről, hogy nem szeretnek a korbáccsal a hátuk mögött dolgozni, mert ilyen is volt. 49%-os költségnövekedéssel zárjuk ezt a projektet. Mennyi ez az összeg, mennyivel zárják? 795 ezer euró áfástól minden egyéb költséggel, úgy, hogy az önkormányzat további költségeket magára vállalt. Most a csúszások, amelyek jelentkeztek a Mátyás szobor restaurálásán, azok kihatással lesznek arra is, hogy a főtér végső tér kialakítása mikorra lesz készen? Számításaink szerint december 23-án befejezzük a főtér teljes átépítését az első lépésnek megfelelően. A ló belsejébe ugye egy időkapszula került, bárki, aki akart, üzenhetett a jövőbe. A polgármesteri hivatal mit üzen? Egy nagyon vaskos anyagot üzentünk a jövőnek. Elhelyeztük mindazokat a dokumentumokat. Az első pillanattól kezdve, gondolok itt tervrajzok, tanácsi határozatok, különböző jegyzőkönyvek, amelyek a munkálatok során megfogalmazásra kerültek, ezek mind bekerültek a szobor belsejébe, hogy akkor, amikor néhány száz év múlva majd ismét be kell avatkozni ennek a szobornak a felújítására, akkor ne kerüljenek abba a helyzetbe, amiben mi voltunk, hogy archívumokba kellett keresgélnünk ezeket a dokumentumokat. És végül mikorra várható az átadás? Kéravaslatot ismerek ebben a pillanatban, valamikor január közepén, illetve február 23-a a magyar félnek a javaslata, ami Mátyás király születésnapja.